17. Tudod, de hülye. Hát napvége. Napvége van tényleg, mert nagyon fáradt. Képzeld el, ha sütött volna a nap. Nem tudom én. Nem. Túléled? Jó. Persze. Metron? Bár Jani nem fogja a zászlót, de... Látod? Fenn a jó dolgodat. Oh. Csak ezért vagyok ilyen. Hasznos, ezért. Ezért, persze fogd rá. Ez így van, itt találom. Persze. Ja, ja. János ilyen hitelesített akasztó, érted? Mert... Tud mindenkinek, sziasztok, ahogy egyébként pár héttel ezelőtt már felvezettem, Olivér visszatért hozzánk, kapott egy kis ebédet, meg itt elpihengettek, forgatgattak, és most hozta a másik autóját. Ezzel fogunk ma foglalkozni, ez lesz a mai adásban. A Cayenne elmondja majd a történetét, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Most mondhatnám, hogy nagyon köszönjük, hogy hoztad, de már úgyis itt vagy egész nap, de egyébként nagyon köszönjük, hogy hoztad. Oliver, aki nem tudná, hogy mi a története a Cayenne-nek, azon kívül, hogy Pilot Sport Cup 2, egy SUV, tehát honnan indultatok, és ez a projekt, ez miről szól? Hát onnan indultunk, hogy ugye driftbe már volt egy élményosztó autónk, az S600 Drift Taxi, amiben... Azt mondd el a nézőknek, aki esetleg nem tudja, hogy igen, négy ülés van benne. Igen, ez egy S600-as drift autó, amiben van négy darab versenyülés, és amikor lehet, főleg AMT-sen, meg itt-ott, akkor autóztatunk vele, és ezt imádják. És most, hogy egy kicsit ráléptünk így a pályázásra, ugye erről beszéltem az előző adás alatt, így jött a gondolat, hogy hát akkor kéne egy... Ami egy jó pályautó. Egy jó erős pályautó, amiben négy embert el tudsz vinni, vagy igen, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy ez miben lenne ez reális. Meg ugye a Porsche gondolat is tetszett, hogy lépjünk rá erre az útra is. És hát hál' Istennek nagyon jó támogatóink vannak, főleg erre a projektre is, a HDT, Eneos, és így gyakorlatilag elkezdtük építeni ezt a Cayennet, ami egyébként az első olyan projektünk, amit, hogyha ez kifut egy év múlva, akkor el fogunk árverezni, és ez egy jótékonysági projekt része lesz. Wow. Úgyhogy ez most így épül, még nincs kész, mert szóval ezt majd fogjátok érezni, hogy nagyon nincs kész. Úgyhogy akár ezzel majd poén lenne visszajönni akkor, amikor mi ezt késznek nyilvánítjuk, mert hát vannak gyerekbetegségei nyilván, de onnan indultunk, hogy ezt motorhibásként árulták Ausztriában. Ez melyik verzió? Ez a turbo. Uh-huh. Ez a 450 lóerős turbo. De volt videó a hangjáról, és úgy elemezgettük, és úgy tűnt, hogy nincs baja, és nem is lett. Szóval így tök jó áron meg tudtuk venni. Belenyúltunk, légrugós volt, meg kipróbáltuk terepen is. Ott is egyébként eszméletlen, hogy mit tudott a kocsi. De utána belekezdtünk így a pályásításba. A Dadis Motorsport csinált nekünk ebbe is egy teljesen egyedi futóművet, egy AST-ből épített egyutas szett van alatta. Most így, hogy ennyire lent van a kocsi, már van egy kis dőlése is elől. Rátettük a 21-es OZ felniket, amit a Hungarugomi adott egyébként nekünk. Ugye a Cup 2, bent van már az 5 darab versenyülés. De a hátsóknál még nincs öv, mert még várunk bukócsövezésre. Csak most pont ott tartunk, hogy kellett bele az ötülés, hogy tudjunk majd méretezni a csőhöz. Úgyhogy majd ezután kijön az ötülés és megkapja a csövet, aztán megyünk tovább. A nagy problémája most a kocsinak pályán, hogy a hátsó differál kigyorsításnál nagyon. Szóval egy kicsit rálépsz a gázra, mert azért van ereje, és már hallott, hogy az íj belső elkezd pörögni. Nem tudom, talán ballal érdemes lesz megfogni, még nem sokat teszteltük pályán, úgyhogy nem tudok sok okosat mondani, de az érdemes. Menjek az a két hülye, az van! Kipróbálják! De egyébként számomra megdöbbentő, hogy befordul a kocsi. Kíváncsi leszek a véleményetekre, én amikor először ezzel fölmentem a Euroringre, én nem hittem el, hogy elfordítom a kormányt is. Befordul ez a terepjáró. Hát volt olyan videótok, amiben kiderült, hogy nagyon sok autónál, még a saját autóknál is gyorsabb. Igen. Ilyen meglepően. Igen. Nagyon. Nekem nagyon bejön. Úgyhogy ez az egyik baja, meg a fék kicsi rá. Az itt nem és azt számoltátok egyébként, hogy amikor öten fogtok benne ülni, az a súlyának, meg a mindenének mennyit fog bántani?
vagy nem fog zavarni annyira? Alapvetően a futómű úgy készül, hogy az öt személyhez. Aha, de most a hátsó lengéscsapítót például át kell még szelepelni, az már most kiderült. Aha. Szóval ez most ez abszolút teszt kategóriában van a kocsi. Motorikusan maradt a 450, vagy azért most picit? Még marad, most még. De azt mindenképp szeretnénk egy kicsivel följebb vinni. 800. Ja, igen. Most, hogy mondta, hogy a fék lehet, hogy kicsit. 800. Nem, a féket meg a diffit azt cserélni fogjuk, azt tuti. Egy kicsivel, de csak amint a váltó elbír, annyit szeretnénk a teljesítményen növelni. Aztán, hogyha nagyon elborulnánk, és ugye a váltó kiesik alóla, akkor lehetne hátsó kerekes, és onnantól kaphatna maxekút, meg akkor sokkal jobban el lehetne szállni. De most szeretnénk még így egy kicsit a reális keretek között mozogni vele. Semmihez nem lehet hasonlítani, kedves János, de egy remek jó Cayenne, mit vársz a mai naptól? Nekem végig az a gondolat van, amikor kiderült, hogy pályázni fogtok. Hogy jött, hogy a Cayenne, tehát ilyen Panamera, amiben elférnek még. De... Sokkal drágább. Ja, ennyi. Mondjuk ez az első generációs Cayenne, ezeknek semmi áruk nincs. Tényleg azt meg lehet kérdezni, mennyibe került egy motorhibás Cayenne? 7000-100 euróért hoztak. Akkor tényleg nagyon jó áról. De ötször lejárt a licit. Senki sem licitált rá, mert nem mertek. Aha. Szóval ez ezért. Ja, hogy ez drága autónak néz ki, de hogy marha olcsó volt. Ja, aha. Én azóta mondjuk locsoltatok. Mert féltek tőle, hogy motorhibás, de nem volt baja. Igen, tök jó. Csabi, te mennyire szereted ezt a modellt, illetve magát ezt a Cayenne-t? Hát pályán mentem Turbo S hibriddel, meg Turbo GT-vel. De az nem ez a generáció, hanem az a mostanság, ami volt. Annó ilyen generációval utaztam egyszer Nordschleife-re, és emlékszem... Arra én sem. Ja, azt nem tudom, valaki, ti jöttetek velünk párhuzamosan egy miten dízel... Epika, 2 literes dízellel. Igen. Jó. És mindig csak a kútnál láttad? Igen. Ez már megint megáll. Fiasztom, hogy azt hiszem 90 vagy 100 literes a tankja, és a turbo, hogyha sietsz vele, mondjuk 200 plusszal mész, akkor az 300 kilométer. Tehát tartósan tud 30 fölött tenni kényelmesen. Szeretik. Tehát általában elmentünk az autópályán, mint az ördög, aztán a benzinkútra integettünk Janiéknak, aztán megelőztük, integettünk, és kb. Ugyanakkor odaértünk, csak ugye 5-ször akkor a költségvetésből. Igen, úgyhogy annyira siettünk vele, hogy majdnem ugyanakkor odaértünk, mint Isten, a dízel epikával. Akkor még ugye volt Chevrolet importőr, elmondtam nekik, hogy az Epica 2 literes dízel gyorsabb, mint a Cayenne Turbo. Hosszú távon, mert annyival kevesebb. Ennyi élmény volt, de hát nyilvánvalóan ugye az egyik legsportosabb SUV már akkor is az volt, úgyhogy... Kedvenc sztorim, még ugye volt egy tanítványunk egy másik csapatból, egy srác, akinek volt egy Lamborghini-e, meg egy ilyenből egy Turbo S, és mindig mondta, hogy Jani, vidd már el, menjetek vele, mert hogy azért valamit csináljatok vele. De miért vigyem el? Jó, mondjuk, ha beindítod, akkor 25-öt fogyaszt, ha mész is vele, csak több lehet. Na, játszatok le, ki kezd, és akkor, ahogy a múltkor is, természetesen a műsor végén majd Oli is megy vele. Menjek én? Hát, jó, mint a Porsche instruktor. Melegíts meg a Cup 2-t. Ennek még kell egy év szerintem innentől, hogy még autóztatni is tudjunk vele. Hát ha még akartok bele csövet, akkor még szét is kell borítani, nem? Már ki van pakolva teljesen. Most a vűszerfalat most tettük vissza, de azt is vesszük ki azonnal már holnap. És rendes, tehát homológ cső lesz, vagy nem. Csak ilyen valami? Kapu, nem is valami. Tudom, hogy lehet-e homológot csinálni ebbe. Így, hogy most hat személyes, vagy öt. Nem, csak valami, hogy... Igen, hogy ez védjen, meg valami fogja az öveket. Igen, főleg az övek miatt. Egy kis csirkén ment be oda. Azért na. 103. A rossz az. Sokkal jobbat menne, hogyha ki tudna gyorsítani. Azonnal el kell venni a gázt, ahogy odalépsz, és hogy elforog, teljesen visszaveszed, és nulláról megint elkezded, és tönkre megy a kigyorsítás.
másodikra beletanult már. Igen, igen. Az már sokkal szebb volt. Na, halljuk. Csőkör. 51,225. Összidő 1 perc 35,837. Mindjárt belemegyek a... Konkrétan a Cayenne S42 diesel V8-nál jelenleg pár századdal lassabb csak. Ami szintén egy tuning volt. Ami, igen, volt. Igen. Úgyhogy nem olyan rossz az. Egyébként most, hogy annak is, hogy a hajtásával voltak bajaim. Hát valahogy az nem szerette. És a diesel Panamera mögött van Porsche-ból, ott 200-addal van mögötte. A nagy listában pedig szintén az a Panamera van előtte. E500, Insignia OPC, Grandland X, Hybrid 4, azért az is a 300 lovas Grandland, az mögötte van. Z3M. Na viszont. Rakod. Mesélj! Hát ez szebb, mint jó. Nem, nem lassít, nem gyorsít, de kanyarodik nagyjából. Ennyit tud most. Igen. De úgy ennyit tud most. Emlékeztek a hülye üvegtigrisre? Jó, kérek egy hamburgert, tudod, és van egy szendvics, van egy parizerre. Fia, itt tartunk most. Ennyi. Mennyi, János? Igen. Bíztam benne, hogy ha valami gumimérséklet lesz, akkor javul a helyzet, de... De hát akkor gyorsítás nem azon, amit mondtam, hogy... Semmi. Először nem hiszed, hogy ez tényleg ennyire semmi. Igen. Ott hátul volt, amikor sikerült gyorsítani. Meg most azt néztük, a második kanyarod, ennek a kigyorsítása az azért sokkal jobb volt. Igen. Most nem volt már füst. De belül akkor is sivít, tehát olyan, mintha a hátsó diffi az valahogy úgy teljesen nem... Teljesen nyitott, semmit sem csinál. Nem működne, igen. Vagy valami nagyon nem stimmel. Nem, meg kell esper. Meg a fékre is csak gondolsz, és elblokkol, tehát nagyon egyenesen kell fékezni. Pláne ugye, amik még hideg a gumi, hogyha elkezd egy pici hőmérséklet, nyilván akkor az egy fokkal jobb, de... Egyébként meg 51.225, ami a 4.2 V8 diesel Cayenne S-nél egész pontosan 500-addal lassabb, és volt egy diesel Panameránk márkán belül, annál pedig 200-addal lassabb csak. Tehát ott van, ahol gondolnánk. Hát jó, de szóval... Tudom, többet kéne tudnia, de ha meg végig gondolod az SUV időnket, az 53.4-et, annál meg így is 2,5 másodperce gyorsabb, vagy 2,2-vel. Nem is értem, hogy. Tehát ennek bőven 40 végét kéne menni, hogyha csak egy kicsit is jobban. Szerintem, működne. Hogyha rendben lesz, ez 48-49. Tehát ha most semmit nem tudsz az elejből használni. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. A családi kötelék különleges értéket képvisel, melyet semmi sem múlhat felül. Különösen az ünnepi reggelik során, amikor együtt élvezzük az elfogyasztott ételeket. A műsor támogatója a Székely Csemege. Prémium húsáru Székelyföldről. Jó, hát ezt is vissza kell hozzátok. Ezt mindenképp. Igen. Igen, ezt mindenképp, mert itt szerintem drasztikus lesz a változás. Igen, biztos, itt muszáj. A diffi meg a fék az akkora változás, mert kanyarodni meg szerintem nagyon jó. Igen. Egyébként vicces lenne közösen sorsolni utasokat, és úgy mennétek, hogy megutaztatni embereket az éles időben. Simán. Majd megcsináljuk azt jövőre. Jó. Neki is elblokkoltam, hát ezt mondom. 5 ülést terveztek, belmi hátra 3-at? Bent van. Igen? Nem is néztél hátra? Nem. Ott van 3 ülés mögötted. Nem néztél hátra. Nem ért rá, mindig egyenesen nézett előre. Ami jó, hogy hűvös van benne, megy a klíma. Megy a klíma, igen. Igen. Abból már tanultunk a régi hibákból, hogy kiveszed a klímát a versenyautóból. Jó, de hát ebben most az a plusz súly az bőven elfér. Bőven. Viszont itt nem lehet problémátok a ülés oldalkontaktával. Nem, az nagyon jó. Meg fordulni is jó. Figyelj már, Lida Jenő egész jót ment, 111-et, te 103-hoz képest. Na, úgy, az igen, de ki tudod gyorsan. Neked itt nagyon elforgott, neked el is füstölt át, igen. Ő pedig szépen ment. Ő valami, sokkal gyorsabban ért oda. Szerintem már elővigyázatos volt nagyon.
megjön a tapadás. Mert hogyha alacsony fordulat, akkor gyorsítasz ki, akkor egyébként akkor azért arrébb hatékonyabb vagy, mert ha el kell venni a gázt, akkor... Hát az sokkal rosszabb, főleg egy kigyorsítási szakaszban, igen. Ott arra a fenyőre, mind a kétszer füstölféktávon, igen. Igen, ott eleve rosszabb a tapadás. Most egész. Ja, az a beleváltás. Igen. Kár volt. Szerintem ez jobb lesz egy ez picit. Ez jó. Meg kell nézni. Biztos. Figyelj, jóval jobb, mint egy kompetíció, ne? Tehát 1,7-tel azért, na. Első kör, 51,790. 5 tized lassabb. 1 per 36,543. És mind a két körön kapott. Mit? Tőled bőven. Tényleg? Aha. 5 tized az elsőn és a másodikon is kapott. Ja, azt hittem ő lett gyorsabb. Nem. Nem is. Jobbnak nézed ki és nézd meg, nem? És van benne 5 ülés. Van. És kinyílik a hátulja. Vagy lehet, hogy ilyenkor bezár az automata most. Húzd meg! Jó csinálod! Jó csinálod, szállj ki! Csak elmondom, van benne 5 ülés? Megnyomom. Luxi. Tényleg. Nagyon vagány. Egy élmény lesz. Igen, ott biztos érdekes lesz. Csak azt hallom, hogy könnyedve röhögnek. Bocsi. János, egy gyors beszámolót kérünk. Csabi ideje maradt, mert 5 tizedet kaptál az első körön, és még a kaptál a másodikon is. Holott mindannyian azt gondoltuk, hogy a te köreid gyorsabbak voltak. Igen? Hát nem tudom, olyan. Szokni kell még ezt a hajtást. Ezt szokni kell, igen. Neked nem szokni kell, ki kell javítani. Igen. Igen, ezzel így nem fogsz tudni autóztatni. Nem, tudjuk. Figyelj, elején én elkezdtem röhögni, tehát hogy ez egy élményosztó, csak egyelőre így, hogy mindenen elkezd pattogni, és akkor így, meg hát azt tényleg, hogy hátul hallod. Igen. Betölt a turba, az annyi, hogy letír fel a hátsó kerék. Szerencsére. Igen, de hogy alapvetően szerintem van benne szabadat, hogy amikor összeáll minden meg egyenesbe, akkor azért tól előre. Meg ugye jó lett volna, én is megyek egy ilyen melegítőköt, rájöttem volna, hogy a fék az nem az erősséget. Hát azt láttuk, hogy mindegyik ott a utolsó kanyar mindenki egyszer. Igazából ott elmentem majdnem egyenesen, és onnan vissza valószínűleg azért kaptam 5 tizedet. Igen, és ott is volt egy. Tehát hogy nehéz még ráérezni, mert jelenleg tényleg ez én hát félkésznek mondanám. Két elég lényeges hiány. Sem kigyorsítás, sem megállni nem lehet. Ennek a műsornak a mai cél, most itt tartunk. Oliver, fáradjon a kormányhoz, és mutassa meg, hogy mit tud a tulaj. Igen. Hadd lássuk, figyelj, rajtad a világ szeme, hát lecsavarod még az időt. Ez megy keresztbe? Tessék? Ez megy keresztbe? Nem, nagyon nem. Nem. Némi csalódottsággal. 51.2 és 51.7, ezt a két időt kell megtanulnunk. De hasonló életérzés volt, mint a dízzel tuningolt Cayenne-nél, hogy néha megy egyenesen jól, de amúgy meg borzadály. Ugye azon kerék nem volt, ezen az legalább van? Ezen az az egy mázlia, hogy ez kanyar íven, amikor nem csinálsz semmit, tehát se gyorsítani, se lassítani, nem akarsz, akkor elfordul. De akkor is lifeg egy kicsit. Igen. Plusz még bent a kábelek, ahogy zörögnek, az igen. Is olyan hangulatos. Na az gyanús volt, hogy megálltam a rajtnál, megnyomtam a féket, és mint egy buszba, hogy valami felsziszen. Hűha! Kész lesz egyébként, szerintem nagyon izgalmas lesz. Igen. Ha lehet vele durvulni, meg tényleg. Akkor azért egy ekkora mocskos nagy SUV-val durván menni, azért az izgalmas lesz. És szerintem tényleg fogja tudni 48 valamit. Nagyon jó. De beengedte lelkesen. Igen, határait. Igen.
úgy mondanám, egyre úgy tűnik, hogy ha házhozszállításra kerül a sor, akkor azt Olivért küldjük. Igen. Érdekes, hogy látni, hogy kanyarban ilyen darabosan pattog az egész autó. Nem nagyot, de pattog kettőt, igen. Figyelj, megint nem tudom megítélni, kíváncsi vagyok. Gyors volt. Ne, szerintem is gyors volt. Gyors volt. Időmérés első kör, 50,571. 7 tizeddel jobb. 1 perc, 34,831. Ott meg már egy másodperc, tehát ráadásul mind a két kör az övé. Mondom, hát látszik, hogy jobban elkezdeni. Igen, jobban tudja kezelni. Igen. És egyébként az 50,500 az konkrétan 4,16. 60 hely abszolút van. Hát azért, az összeáll, akkor egy 48-as autó tud lenni. 48-as kocsi simán. Igen, lehet vele fékezni, meg gyorsítani. Ugyan igazi Porsche és kidolgozott részletek van benne. Ja. Azt kell mondanom, hogy a Yaris-szal a fiúk nagyon jól mentek, ebben messziről látszott, hogy neked sokkal nagyobb tapasztalatod van, bár a csapatod elmondta, hogy nincs. Viszont abban maradtunk, hogy ha ilyen házi szállítás van, azt neked kell csinálnod, mert egy 7 tizeddel alá vágtál a fiúknak, úgyhogy gratulálunk. Milyen volt az élmény? Mert láttuk, hogy azért itt a második menetben már nem tartottad annyira magadat, és már több volt a kerékforgás. Teljesen kiszámíthatatlanná vált már az, hogy most mikor forog el, mikor tapad be. Euroringen sokkal jobb volt vele menni, a nagyobb pályán. Ez a szűk kanyarok nem? Ez nem neki nem való, meg a domborzat sem annyira. ez egy sík, de a hatalmas domborzat. A rázókövegek, a fontagot, stb. Azt is éreztétek. Igazából pont azt tudja, amit papíron is tudnia kell. Igen. Egyébként az 50,500, amit most mentél, abban maradtunk a Csabival, hogyha rendben lesz, ez 48-as kocsi. Simán. Is. Simán. Mert itt a kigyorsításban nagyon-nagyon sok van. Nagyon sok. Nem lehet gáztolni. A fékkel is kell játszani, mert hogy meg lehessen jól állni. Igen, bár szerintem nagyobb baj a kigyorsítás, de a fék is kell. Egyértelmű. Hát azért, hogyha mondjuk embert viszem meg minden, azt akkor az a plusz 200-300 kiló, ami még beül az hát, vagy csak kicsiket lehet vinni, az, hogy megoldás. Ahol lesz kigyorsítás, sebesség is lesz az egyenes végén, úgyhogy meg kell állni. Ez így van, igen. Egy, nagyon gratulálunk, kettő nagyon köszönjük, három nagyon vicces volt, négy vissza kell hozni. Igen. Ezek voltunk már Oliverrel, jövő héten is lesz laptime, mert akkor is kövessetek mindenkit, őt is, minket is, Check Engine-t is, és jövő héten találkozunk YouTube, Insta, Facebook, TikTok, minden is. Sziasztok! Sziasztok! Modell és hobbi. A modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Láttájming adásokról sem.